Indri Dániel a Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasaként utazott Los Angelesbe. 9 hónapot töltött az Egyesült Magyar Házban, hogy munkájával segítse a helyi magyarságot és kicsit felpörgesse a ház életét. Könnyen beilleszkedett az ottani közösségbe és új barátokra is talált. Danival Los Angelesben sétálgattunk, miközben elmesélte nekünk, mennyi mindent csinált és milyen élményekkel gazdagodott. Alapvetően a Magyar Házban programszervezői feladatokat láttam el. Ugye minden héten nekünk pénteken volt a szokásos klubnapunk, ahol nem csak magyaros ételekkel, magyaros fogásokkal, hanem legtöbbször magyar filmek vetítésével is vártuk az ide látogatókat. Ennek keretében mutattuk be például a tavalyi évnek az egyik sikerfilmjét, a Kincsemet. Herendi Gábortól kaptunk erre engedélyt személyesen, illetve pénteki klubnapjaink keretében rendeztem meg legtöbbször a Quiz Night-ot, Los Angeles-i Quiz Night-jainkat, ahol csapatokba rendeződve érkeztek a magyarok, hogy egy kicsit kikapcsolódjanak és az általam összeállított játékos kérdésekre megpróbáljanak válaszolni. Dani emellett számos alkalommal segített a Los Angeles-i cserkészeknek is, többek között az őszi cserkésztáborban, és csatlakozott a Kárpátok Néptánc Együtteshez is. A legnagyobb kihívás azonban az volt számára, hogy egy teljesen új közösségi oldalt kellett létrehoznia a Magyar Háznak. A nulláról kellett felépíteni, új követőket kellett találni. Én ezen kezdtem el megosztani ugye eseményeinket, illetve a beszámolóinkat is ide tettem föl. Illetve most a hetekben fejeztem be a Magyar Háznak az új modern honlapját. Dani megmutatta nekünk a Los Angelesben található 56-os emlékművet is. Minden október 23-án itt Los Angelesben, Los Angeles magyarsága összegyűlik, hogy megemlékezzen az eseményekről, és általában ezután a Magyar Házban folytatódik délután a megemlékező műsor. Később visszamentünk a Magyar Házba, hiszen Daninak kezdődött a színházi próbája. A Charleston vagy Csárdás című operettet próbálta a többségében amatőr színészekkel. A darab Kálmán Imre Chicagói hercegnő című művének az átdolgozott változata. Bondi szerepét játszom, ő egy amerikai, aki meghódít egy magyar lányt. Énekelek is benne, táncolok, valamint a darab rendező asszisztense is vagyok. Chicago, ott nyüzsök csak a sok nép. Amerikában élni az gyönyörűség. Ott minden gazdag jenki, senki volt az elő. Ott mindenki kaphat egy csininőt. Ott a fák, sült galamb, mosolyog még. Antal Témea, a darab rendezője elmondta, nehéz feladat megszervezni egy ilyen előadást, komoly felkészülést igényel. Van körülbelül 20-25 ember, aki szeret szerepelni, aki része volt már korábbi produkcióknak, nagyon szeretnek részt venni ezekben az előadásokban, és akkor úgy próbálom összeállítani a műsort, hogy mindenkinek lehetősége legyen részt venni az előadásban. Éppen ezért egy gálaszerű előadást állítottunk össze. A darabban szerepel egy profi színész is. Dániel Fizsolt csak az előadás miatt utazott Los Angelesbe, hogy szakmai tudásával segítsen a színészeknek és a rendezőknek, hogy az előadás tökéletes legyen. Ennek a legnagyobb része, a legfontosabb része az, hogy nem is olyan művészi színvonalon, de egyébként nagyon jól dolgoznak, nem is olyan művészi színvonalon kell, hogy megvalósítsák azt, amit szeretnének, hanem ez egy közösségépítő tevékenység, és itt Amerikában nem kismértékben a Dani munkájának köszönhetően itt közösségépítés folyik. Az előadás hatalmas sikert aratott, Dani pedig megmutatta kiváló színészi tehetségét is. A darabban közreműködtek továbbá a Reményik Sándor Keresztény Magyar Iskola diákjai, a Kárpátok Néptánc Együttes, valamint a cserkészek is. Sajnos nem adhatom oda a nagyherceg asztalát.